A mai videó abban segíthet, hogy meg tudd azt határozni, hogy kb. Milyen mértékű lehet az inzulin rezisztenciád. Szeretettel üdvözlök mindenkit, itt Ujjhelyi Szabolcs Zoárd. Minden egyes alkalommal, amikor étkezünk, de főként akkor, amikor felszívódó szénhidrátokat fogyasztunk, a hatásukra a hasnyálmirigy inzulint kell, hogy termeljen, mert az inzulin segítségével tudja a testünk a szénhidrátokból keletkező felesleges cukrot lecsökkenteni a vérben. Normál állapotban egy felnőtt testében 100 ml vérben kb. 100 mg cukornak kell lennie. Ha túl sok van belőle, azaz túl nagy a koncentrációja a cukornak, akkor elkezdené marni, tönkretenni az erek falát, a sejteket, tehát a szervezetünk mindenképpen le kell csökkentse a cukor szintjét, ha e fölé növekszik. A túl sok cukor lényegében egy méreganyag a testünk szemszögéből nézve, tehát úgy kezeli, mint egy mérget. Kb. 5 liter vér van összesen az ereinkben, ami azt jelenti, hogy kb. 5 g cukor kellene legyen az összesen az egész testünkben, az erekben. Ez az 5 g egy teáskanálnyi kristálycukor. Tehát egy teáskanálnyi cukornál többet a test már mérgezőnek fog fel. Egy átlag ember ennek a 10-szeresét viszi be minden nap az ételekkel, gabonaételekkel, kenyérrel, tésztával, burgonyával, rizssel, süteményekkel. Tehát gondolj bele, mekkora erőfeszítést kell tegyen a testünk azért, hogy folyamatosan levigye a cukorszintet a normális állapotba. Ha hosszú távon, éveken át naponta sokszor táplálkozunk, ráadásul magas szénhidrát tartalmú ételeket fogyasztunk, amelyekből ugye cukor lesz, úgy folyamatosan magas lesz az inzulin szintje a vérünkben. Ha valaki naponta 3-4-5 alkalommal étkezik, nasizás is ugye étkezés, akkor az is lehet, hogy éveken keresztül a nap 24 órájában magas az inzulinja. Az az igazság, hogy a kávézás is étkezés, mert amikor kávézunk, több kortizol szabadul fel a vérbe, a kortizol pedig felszabadítja az elraktározott cukrot, tehát cukor kerül a vérünkbe, így a testünk ismét inzulint kell termelje. Ezért múlik el az étvágyunk, amikor kávézunk, vagy amikor energiaitalt iszunk, mert a kortizol, a stresszhormon, amelynek a koffein serkenti a termelődését, felszabadítja az elraktározott cukrot, ami bekerül a vérbe. Tehát amikor kávézunk, vagy energiaitalt iszunk, olyan, mintha ettünk volna. Az inzulin rezisztencia nem más, mint a testünk védekező mechanizmusa a túl sok szénhidrát, a túl sok cukorral szemben, azaz egy olyan belső folyamat, amely során a szervezetünk nem engedi, hogy több méreganyag kerüljön be a sejtekbe. Ilyenkor az inzulint már felfoghatjuk egy védekező, egy méregtelenítő hormonként is, amely védeni próbál minket a gabonakenyértől, gabonatésztáktól, a süteményektől, a rost nélküli szénhidrátoktól, a fagyitól, a cukortól, a burgonyától, a pizzától, a rizstől, lángostól, péksüteményektől, a csokitól. A vércukorszint csökkenése mellett az inzulinnak a következő fontos feladata, hogy bejuttassa a cukrot, mint energiát a sejtekbe, tehát egyfajta kulcsként működik, amelynek segítségével megnyílik a sejt, és az energia, illetve aminosavak és kálium is bejut a sejtekbe, tehát a sejtek hozzájutnak a táplálékhoz. Ha a folyamat sikerrel jár, tehát az inzulin megnyitotta a sejtet, és az energia bejutott a sejtekbe, a sejtek küldenek egy választ vissza a hasnyálmirigynek, hogy minden rendben van, megkaptuk az ételt, stopp, ne termeljél több inzulint. Tehát a sejtek és a hasnyálmirigy között egy oda-vissza kommunikáció zajlik. Ha van cukor, a sejtek jeleznek a hasnyálmirigynek, hogy küldjél inzulint. Ha megkapták a sejtek a cukrot, a tápanyagokat, visszajeleznek, hogy minden oké, álljál le az inzulin termeléssel. Ha túl sok a cukor, ami azt jelenti, hogy nincs annyi sejtünk, amely felhasználna energiaként a meglévő cukormennyiséget, ami az elfogyasztott ételekből jön létre a testünkben, akkor kell kezdeni vele valamit, és ez a valami a tárolás. A glükóz egy részéből, tehát a cukor egy részéből a testünk glikogént hoz létre, ez a testünk
rövidtávú energiatároló egysége, a glikogén láncszerűen szervezett, rendezett, összetömörített glükóz, azaz cukor molekulák. Úgy képzeljük el, mint például egy kristálycukortároló dobozt, ahonnan az energiát könnyen elő lehet venni. A cukortárolása főként a májban és az izmokban történik. Ebből következik az a fontos tudnivaló, hogy ha valakinek sok izma van, az azért jó, mert több cukrot tud eltárolni. Ugye több izom, több hely. Egy átlag ember teste kb. 1700 kalóriányi glikogént tud eltárolni, sokkal többet nem, mert ugye nincs neki hely. Tehát a sejtek által fel nem használt cukor és szénhidrátok egy részéből glikogén lesz, ami pedig marad, és ez a jóval több, az zsírként tárolja el a szervezetünk, azaz az inzulin egyik fontos feladata a felesleges cukor zsírként történő eltárolásának a megszervezése, menedzselése. Ez a súlyfelesleg lényege, nem tudja sem felhasználni, sem cukorként eltárolni a testünk a cukrot, így hát zsírt csinál belőle. A zsírból átlag 60-70 ezernyi kalóriányi mennyiséget el tudunk tárolni, tehát láthatjuk, hogy óriási a különbség az 1700-hoz képest. A felesleges szénhidrátból keletkező zsír legelőször a hasnál kezd el lerakódni, és itt érkeztünk el az első ponthoz, ami az inzulin rezisztenciát jelzi. Az inzulin rezisztencia mértékére először is a hasi zsír mutat rá, nem a has felpuffadás vagy a has előre növekedése, hanem amikor konkrét zsírréteg van a hasnál, tehát belemarkolunk a hasba, és ott marad a kezünkben a zsír, ami lehet egyébként vastagabb hámréteg is. Minél vastagabb ez a zsírréteg, azaz minél régebb óta és minél nagyobb mértékben rakódik le ide a zsír, annál nagyobb az inzulin rezisztenciánk mértéke. A következő jele az inzulin rezisztenciának az az étkezések utáni éhségérzet, tehát nem érzed jól lakottnak magadat, még akkor sem, amikor egy jó nagy adag ételt elfogyasztottál, ami ráadásul lehet tele volt szénhidráttal, ilyenkor kívánjuk az édeset evés után. Az előzőekből ez ugye logikusan következik, hiszen ha jelen van az inzulin rezisztencia, nem nyílnak meg a sejtek az inzulinnak, így nem tud bemenni a tápanyag, a glükóz, a cukor, tehát éhezik a sejt, ezért érezzük az éhséget. Azért működik ilyenkor az, hogy eszel egy pici édeset, és jobban érzed utána tőle magadat, mert az édes hatására egy picit több inzulin termelésére serkeded a hasnemirigyet, így a megnövekvő inzulin mennyisége a vérben már képes lesz megnyitni a sejteket, így bejuthat az energia a sejtekbe. Tehát az éhségérzet, vagy az édesség utáni vágy érzete étkezések után a második biztos jele az inzulin rezisztenciának, és minél jobban kívánod az édeset evés után, annál erősebb az inzulin rezisztenciád. A következő biztos jele az inzulin rezisztenciának az az álmosság érzet étkezések után. Teljesen abnormális az, hogy ha álmosnak érezzük magunkat evés után, hiszen az evést azért folytatjuk, hogy energiához jussunk. Magas vércukorszint miatt érezzük magunkat ilyenkor álmosnak, ami ugye azért magas, mert inzulin rezisztencia van jelen, magas a vérben a cukor, nem tud ugye bejutni a sejtekbe, a sejtek éheznek, tehát fáradtak, és ez így jelenik meg fizikailag, hogy fáradtnak és álmosnak érezzük magunkat. A magas triglicerid szint is az inzulin rezisztencia jele, ugye a triglicerid szintünket vérképvizsgálattal tudjuk megállapítani. Ha magas az LDL koleszterin szintje és közben alacsony a HDL-é, ez is jele lehet az inzulin rezisztenciának. Ide kapcsolódik természetesen a magas vérnyomás is. A magas vérnyomásos esetek 90%-ának fő alapoka a túl sok szénhidrát bevitel és az ennek következtében jelentkező inzulin rezisztencia. Ha gyakran járunk ki WC-re éjjel, ez is az inzulin rezisztencia jele. Minél gyakrabban, annál inkább jelzi a rezisztenciánkat.
általában az szabály, hogy ahova a cukor megy a testünkben, oda a víznek is mennie kell, tehát ha sok a cukor a szervezetünkben, az inzulin rezisztencia miatt, sok fog kiürülni a vizelettel is, és így az előzőek alapján megy vele ugye a sok víz is. A hatodik jele az inzulin rezisztenciának az idegek károsodása, például a szemekben vagy a végtagoknál. Ez olyan tünetekkel jár, mint a zsibbadó érzet a kéznél, az ujjaknál, a lábaknál, illetve a látásromlás, homályos látás, a fekete foltok, tehát ha ilyeneket tapasztalunk, ez is jelzi az inzulin rezisztenciánkat. Az agyiköd, a memória romlása, az ingerlékenység, a szorongás, ezek is az inzulin rezisztencia jelei. Más okai is lehetnek nyilván, de ez a leggyakoribb. Ha inzulin rezisztenciánk van, ugye vitaminokból és aminosavakból is hiány szenvednek a sejtek, és ezt a hiányt nagyon sok embernél először az agy jelzi, illetve a cukor magas szintje ugye gyulladásokat okoz az agyban, ami memóriaromlást, tompaságot, tehát ezt az agyi ködös állapotot eredményezi. Minél jobban romlik a koncentrációs képességünk, a memóriánk, az annál inkább jelzi, hogy erős az inzulin rezisztenciánk. Ciszták, illetve PCOS esetén is mindig magas az inzulin szint hölgyeknél, a PCOS-nek a legfőbb okozója az inzulinrezisztencia. Az inzulinból jönnek létre ilyenkor az androgén hormonok. Az androgén hormonok túlsúlya jelzi a vérképben a menstruációs problémákat, a PCOS-t. A kilencedik, a következő, az aknék. Az aknék és a pattanások is elsősorban az androgén túlsúly miatt vannak. Tehát, ha gyakran vannak pattanásaink, ez is jelzi az inzulin rezisztenciát. A következő az elzsírosodott máj. Ha egyébként alkoholt nem nagyon fogyasztunk, de elzsírosodott a májunk, májzsír van jelen, gyengültek ugye a májfunkcióink, esetleg májzsugorodás is kialakult, ez is döntően a túl sok cukor, a túl sok inzulin miatt van. De egyébként más máj problémák is jelezhetik az inzulin rezisztenciát. A máj regenerálásának legfőbb lépése a szénhidrátok visszaszorítása és a napi étkezések számának lecsökkentése, gyakori böjtölés, illetve sok máj regeneráló gyógynövény, flavonoid és keresztesvirágú zöldség bevitele. A testünkön megjelenő fekete foltok is jelzik az inzulin rezisztenciát, itt látható most a képen. Ezek a sötét foltok először általában a tarkon jelennek meg, de később máshol is előfordulnak, viszketnek és szaguk is lehet. A túl sok inzulinnak van egy olyan hatása, hogy a bőrsejtek újratermelődését felgyorsítja, és ezekben a gyorsan előállított sejtekben, bőrsejtekben több lesz a melanin. Ugye a melanin a sötét színű pigmentanyag a bőrben, tehát a túl sok melanin okozza a bőr sötétedését. És végül az alacsony tesztoszteron szint férfiaknál ugyancsak jelzi, hogy bizonyos mértékű inzulin rezisztencia van jelen. Még egyszer összefoglalva, minél több van ezekből nálad, és minél intenzívebbek, annál erősebb az inzulin rezisztenciád. A hasi zsír, az étkezések utáni éhség, az étkezések utáni álmosság, a magas triglicerid szint, a gyakori WC-re járás, az idegkárosodás, ami például kézlábzsibbadással jár, az agyiköd és a memóriaromlás, a PCOS hölgyeknél, az akné, a zsírmáj, a fekete foltok a bőrön és az alacsony tesztoszteron szint férfiaknál. Az inzulin rezisztencia mértékének csökkentéséhez az első fontos lépés a szénhidrát bevitelünk csökkentése, ha nem is egyszerre sokat, akkor fokozatosan, legalább hétről hétre egyre többet, több mindent kizárni, és a szénhidrátok csökkentésével egy időben egyre több magas zsírtartalmú ételt fogyasztani, illetve sok jó minőségű fehérjét és rengeteg zöldséget.
a 10 legjobb forrásra készítettem, zsírforrásra készítettem korábban egy videót, ajánlom figyelmetbe. Nézzünk pár példát, hogy hogyan tudjuk fokozatosan elhagyni a szénhidrátokat, lecsökkenteni a szintjüket. A burgonya helyett mindenképpen jobb választás az édesburgonya, majd később az édesburgonya mennyiségét, gyakoriságát is lehet csökkenteni, ritkítani. A fehér rizs helyett jobb választás a barna rizs, ezután, ami még jobb, a vörös rizs. A vörös rizsnek 30%-kal alacsonyabb a glikémiás indexe a fehér rizshez képest, és magas az antocián tartalma, ezért vörös a színe. Majd fokozatosan a rizsbevitelt is csökkenteni lehet, lecserélni például egy nagy adag salátára, vagy zöldségköretre, párolt zöldségben. A fehér vagy barna kenyér, vagy tönköly kenyerek helyett jobbak a paleo, a gluténmentes kenyerek, illetve a szénhidrát csökkentett kenyerek. Hasonló a helyzet a tésztákkal is. Aztán a nagyon édes gyümölcsök, mint barack, banán, narancs, szőlő helyett jobb választás a savanyú alma, a szilva, majd végül át lehet állni a bogyós gyümölcsökre és gyümölcslevekre. Áfonya, málna, homoktöbis, tőzegáfonya, berkenye, szeder, ribizli, citrom, akár gyümölcslé, vagy citrom esetén limonádé formájában. A második lényeges változtatás az inzulin rezisztencia megszüntetéséhez a napi étkezések számának csökkentése, a nasizás elhagyásával együtt, illetve a gyakori böjtölés. Fokozatosan álljunk át a napi kevesebbszeri evésre, például először az is jó, hogy csak háromszor eszünk, és az étkezések között nem nasizunk semmit. Lehet, hogy az elején érezni fogsz éhséget, de adnod kell pár napot a testednek arra, hogy elkezdje kijavítani az inzulin rezisztenciát. És elég gyorsan el is kezdi a legtöbb embernél. Határozd el, hogy mondjuk a következő 2-3 hétben minden hétfőn tartasz egy böjtnapot, amikor csak a késő délután és az esti órákban fogsz enni, aztán a negyedik héttől meg lehet próbálni a heti 2 böjtnapot, tehát mondjuk hétfőn és csütörtökön is böjtölsz. A harmadik pedig a több alvás, ami ugyancsak javít az inzulin rezisztencián, elsősorban azért, mert normalizálódik a kortizol szintje, illetve az alvás ide alatt is valamilyen szinten bőjtölünk. Végül nézzük meg a 10 legjobb szert az inzulin rezisztencia csökkentéséhez, az inzulin érzékenység javításához. Először is a króm, amely hatékonyabbá tudja tenni az inzulin működését, azáltal, hogy fokozza a cukor felvételét a vérből a sejtekbe, illetve növeli az inzulin receptorok számát a sejtmembránon, és fokozza az inzulin kötődését a sejtekhez. A krómból ajánlott alapszinten 200 mikrogrammot bevinni, illetve ha valamilyen oknál fogva mégis sok szénhidrátot fogyasztunk, akkor akár még pluszban az adott étel elfogyasztása alatt vagy után is bevihetünk belőle ugyanennyit. A következő az ALA, az alfa-liponsav, csökkenti az inzulin rezisztenciát, az idegkárosodások esélyét, a triglicerid és az LDL szintet, azáltal, hogy csökkenti az oxidatív stresszt és a gyulladások mértékét. Az ALA-t kapszula formában tudjuk pótolni és a legideálisabb éhgyomorra bevinni. Az inulin is csökkenti az inzulin rezisztenciát, azáltal, hogy megváltoztatja a bélbaktériumok összetételét, az inulint inkább étkezéssel vigyük be. Nagyon jól tud javítani az inzulin működésén a fahéj is, kapszula, tabletta és olaj formában is pótolhatjuk nagyobb mennyiségben, de például turmixok ízesítéséhez is kiváló. A fahéjban lévő vegyületek csökkentik a vércukorszintet és javítanak az inzulin cukorbejuttató képességén. Kiváló inzulin rezisztencia csökkentő a szüretlen almaecet is, vagy az almaecet kapszula,
étkezések előtt és közben is fogyasztható, akár már napokon belül tud javítani az inzulin rezisztencián. A tiszta mélypempő csökkenti az éhomi vércukorszintet és a szérum glikolizált hemoglobin szintet, illetve növeli az olyan antioxidánsok aktivitását, mint a szuperoxid dizmutáz és a glutation, melyeknek fontos szerepe van az inzulin rezisztencia csökkentésében. Itt ajánlom figyelmetbe a Manna Vita mélypempőt, melynek magas a hatóanyag tartalma és 100%-os friss tiszta mélypempő. Az omega-3 is csökkenti az inzulin rezisztenciát, tehát halételeket fogyasztani, illetve jobb minőségű omega-3 tartalmú készítményeket szedni szintén ajánlható. Hatékonyan csökkenthetjük az inzulin rezisztenciát a berberin szedésével is. Ez egy olyan hatóanyag, ami több növényben is jelen van, főként a borbolyából és az aranyvesszőből nyerik ki. Kapszulázott étrend kiegészítő formában kapható, segíti a sejtekben lévő cukrok lebontását, csökkenti a máj cukortermelését, lassítja a szénhidrátok lebontását a bélben, illetve csökkenti a hasznos baktériumok számát a belegben, mely szintén fontos, ha inzulin rezisztenciát akarunk csökkenteni. A 9. a Salacia reticulata, ez a gyógynövény is majdnem annyira hatékony, mint a berberin. És végezetül a psyllium, vagy utifűmaghéj, amit nem csak inzulin rezisztenciára szedhetünk, de segíthet helyreállítani a bélrendszerben is az egyensúlyt. Érdemes olyan psyllium tartalmú készítményt szedni, amely más gyógynövényeket, vagy más rostokat is tartalmaz, és itt ajánlom a figyelmetbe a kolonum port és kapszulát. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad a videót, hozd meg másokkal is, közösségi oldalakon, e-mailben. Ha van tapasztalatod a témával kapcsolatban, ha hozzáfűznél még valamit, írd meg a hozzászólásokba. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!